Végig maradjon. Ay, Frank. Nos, miután láttuk, hogyan működik a Tomahawk dobálás közben, ugyebár a világ legszuperebb Tomahawkjáról van szó, rakjuk össze újra, és hasogassunk vele egy kis gyújtóst tölgyből. Csúf! Nem kíméljük, nem arra való, hogy kíméljük, ez ilyen munkás tomahók. De egyébként gyönyörűen lehet vele faragni is. Rendkívül finom az éle. Nagyon-nagyon szép, precíz munkákat is lehet vele csinálni, hogyha arra volna szükség. Illetve a fokát is használhatjuk kalapálásra. Ugyebár. Akár követ is lehet vele törni, mert edzett, ha kedvünk úgy szottyanna. És aztán dolgunk végeztével egyszerűen leütögetjük a nyérről a fejet, és akkor kényelmesen szállítható. Még néhány megfigyelést szeretnék veletek megosztani. Körülbelül olyan 300 vagy 400 dobás után nézzük meg, hogy milyen sérülések láthatók, figyelhetők meg magán a tomahawk fején, meg a nyélen. Hát a 400-ból nagyon sok ment mellé, úgyhogy láthatjuk azt, hogy
amikor a köves talajba becsapódott, azért helyenként az éle az azért kicsorbult. De én azt gondolom, hogy ez bőven belefér ennyi sérülés. Egyébként más, magán a tomahawk fején én azt gondolom, hogy más komolyabb sérülés nem történt. A nyélen is nézzük meg, hogy ott mi a helyzet. A nyélen azon, itt ahol a köpülye a tomahawknak koptatja a nyelet, itt egy picikét felhorzsolta a fát. De hát ez is annyira kevés sérülés, hogy én azt gondolom, hogy ettől még több száz dobást ki fog bírni, illetve további sok-sok fahasogatást is ki fog bírni. Ezen kívül még itt azért látható kisebb nyomok a rossz becsapódások után, de hát ezek már nem, én azt gondolom, hogy ezek már nem befolyásolják igazán a használhatóságot. Szóval ez a sonfanyél, ez rendkívül szívós, nagyon jól bírja a dobálást is, és nem reped, nem törik. Komolyan mondom, lenyűgöző konstrukció. Tehát én teljesen rá vagyok kattanva már erre a tomahawkra, tomahawk dobálásra, tomahawkkal való munkára, meg tomahawk nyélkészítésre, tomahawk kovácsolására. Nem is tudom, hova fog ez vezetni. Ó, igen, és még egyetlen megjegyzés, hogy a végére csak egy záró gondolat, hogy rájöttem arra, hogy figyelni kell arra, hogy a tomahawk köpülyének a pereme, a belső pereme ne legyen éles. Tehát itt az élt, azt le kell törni, én ezt leszoktam vésni tulajdonképpen hidegen, egy hideg vésővel, és utána pedig kireszelgetem, hogy még inkább kúpos legyen a köpű, és amikor felhúzom a nyélre a fejet, akkor ne alakuljon ki a nyélen erős váll, hanem inkább nyomja egyre összébb, és surlódjon még jobban rá a fej a nyélre. Ezt megfigyeltem, hogy ez elég fontos. Na, akkor hosszú videónak ezzel most már véget vettünk tényleg.